Sok szeretettel köszöntök mindenkit a 20. század intézet nevében az Én Hősöm videópályázat díjátadó ünnepségén. Külön köszöntöm Vince Mátét, közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkárt. Köszönjük, hogy eljött. Üdvözlöm a megjelent szülőket, iskolatársakat, tanárokat, de elsősorban és leginkább a pályázóinkat. Ez a mai esemény róluk szól. A 20. század intézet fennállása óta megkülönböztetett feladatának tekinti, hogy megszólítsa és elérje a fiatalokat. Ez a törekvésünk mutatkozott meg a 2021 őszén meghirdetett 30 éve szabadon című középiskolásoknak szóló eszépályázatunkban, valamint annak sikerén felbuzdulva az egy évvel később, tavaly október 23-án elindított Én Hősöm című, szintén a gimnazisták számára kiírt videópályázatban is, amelyet a nemrég elhunyt 56-os hős Wittner Mária emlékének szenteltünk. Fiatalokhoz szóló pályázatainkkal az a célunk, hogy közérthető és élvezhető párbeszéd alakuljon ki a történelemről, és a fiatal korosztályok is közelebb kerüljenek ahhoz. Fontosnak ítéljük, hogy a fiatalok ne pusztán a lezárt múltat elemző tudományként tekintsenek a történelemre, hanem értsék, hogy a történelem velünk él, következményei, tanulságai meghatározzák a jelenünket és a jövőnket. Pályázatunkban arra hívtuk fel a diákokat, hogy egy-egy olyan 20. századi emberről készítsenek egy maximum 3 perces videót, akikre ma is példaként tekinthetünk. Az egyetlen kritérium csupán annyi volt, hogy olyan személyiséget válasszanak, akinek volt vagy van közéleti tevékenysége. A beérkezett rövidfilmek és azok főszereplői is sokszínűek. Van köztük politikus és görögkatolikus pap, diák és tanár, baptista lelkész és kereskedő is. Van köztük olasz, orosz, amerikai, a legtöbbjük pedig magyar. Van köztük, aki verset, van, aki fegyvert, és van, aki politikai eszközöket választva vált hőssé. Bíráló bizottságunknak igazán nem volt könnyű dolga, amikor döntenie kellett a nyertesekről. Értékelte a film kreativitását, a tartalmát, valamint a kivitelezésének mikéntjét is. Az Én Hősöm pályázat megvalósításában első pillanattól kezdve partnerre találtunk a Kultúráért és Innovációért felelős minisztériumban, annak vezetőjében Csák János miniszter úrban, illetve az itt jelenlévő Vince Máté helyettes államtitkár úrban. Ezúton is köszönjük a minisztérium támogatását, és ezúton kérem fel Vince Máté helyettes államtitkár urat, hogy Csák János miniszter úr távollétében tartsa meg beszédét. Igazgatóasszony, tisztelt diákok, szülők, tanárok, nagy öröm számomra, hogy itt állhatok, és láthatom, hogy milyen élő ez a múzeum és a hozzá kapcsolódó kutatóintézet hálózat, hiszen a legjobb múzeum sem tudja beteljesíteni a küldetését, hogyha nem keres új és új eszközöket arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja a közönségét megszólítani és aktívan hozzátenni ahhoz, amit a tárlat bemutat. Amikor először felmerült ez a pályázat, akkor pont az jutott eszembe, van ez a mondás, hogy ugye, ahol a hőseket nem felejtik, ott mindig születnek újak, hogy tulajdonképpen azok a fiatalok, akik elkészítették ezeket a videókat, maguk is annyi idősek, mint az 56-os hőseink, a 18 éves korában halálra ítélt Mansfeld Péter, vagy Tóth Ilonka, vagy hát amilyen idős Wittner Mária is volt, amikor félredobva a félelmeit, az esetleges hát rettegéseit, a jövőjén való aggódását, de úgy döntött, hogy van egy ügy, amiért ő kiáll, és amit akkor is a zászlójára tűz, hogyha ezért börtön, vagy akár halálos ítélet várja. Amikor arról van szó, hogy fiatalok, és amikor arról van szó, hogy hogyan lesznek a hősök, akkor ugye az egyik dolog az emlékezés, de a másik dolog az, hogy merjetek
merjenek úgy gondolkodni, hogy igenis az igazságomért kiállok, és akkor is, hogyha az akkoriban a világ legnagyobb hadserege, a szovjet hadserege áll szemben a másik oldalon, akkor is képes vagyok győzni. A magyar 56-osok megfutamították akkor a világ legnagyobb hadseregét, a szovjetet, és bár véres megtorlásba torkolt az ellen a felkelés, de mégis 1989-ben beteljesítette küldetését. Ez a totalitárius diktatúra egy olyan ember és emberiség ellenes rendszer volt, amelynek alapja a megfoghatatlan és elpusztíthatatlan, elfogadhatatlan gonoszság. Hazugságra épül, jót ígér keveseknek, miközben elpusztít és megnyomorít milliókat. A Wittner Mária úgy emlékezett vissza ezekre az időkre, így nyilatkozott róla, hogy amikor visszafelé pörgetve az életemet, mindennek megtaláltam a miértjét. Arra a következtetésre jutottam, hogy nagyon nehéz volt, de megérte. És ezt folytatom tovább. Nem csinálnék semmit sem másként, nekem ez a sors volt megírva. Amikor itt állunk, és majd megnézzük ezeket a videókat, akkor érdemes erre visszagondolni, érdemes visszagondolni ezekre a hősökre, akik utólag látják, hogy célt ért a törekvésük, és kezükbe tudták venni a sorsukat. Szondi Lipót azt mondja, a sorsanalízis kidolgozó pszichiáter Szondi Lipót, hogy az embereknek van egy öröklött sorsa, amely a szülőktől, a családtól, a generációk által rögzült hagyományokból és hitből táplálkozik, de mindenkinek van egy választott sorsa is, amelyet maga alakít, és erős akarattal, sok munkával teszi olyanná, ami. Ez az öröklött és választott sors nagyban különbözhet, de ezek épülhetnek egymásra. Nagy öröm számomra, hogy ebben a társaságban lehetek tehetséges, szorgalmas, kreatív fiatalok között, és nagy öröm számomra, hogy átadhatom ezeket a díjakat. Nagyon sok olyan magyar tehetség van köztünk, magyarok közül, akik világkarriert futottak be, akik sokra viszik, és bízom benne, hogy az ilyen versenyek elősegítik ezt a folyamatot. Mert az, hogy merre haladunk, és az, hogy a saját kezünkbe vegyük a sorsunkat, az kizárólag rajtunk múlik. Úgyhogy arra biztatom önöket, benneteket, hogy továbbra is keressétek a hősöket, ragadjátok meg a lényegét, tanuljatok tőlük, és váljatok magatok is hőssé. Hála Istennek olyan korban élünk, amikor nem kell ehhez fegyvert ragadni, de az viszont nagyon fontos, hogy kiálljatok azért, amiben hisztek, és keressétek a szépet, az emberit és az emberhez méltót. Ehhez a továbbiakban is nagyon sok jó kedvet, örömet és sikert kívánok, és az egész életükre kiterjesztve ezt. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm államtitkár úr beszédét, és most elérkeztünk a mindenki által várt díjátadáshoz. Vince Mátét megkérném, hogy újra felragyjon fel a színpadra, és név szerint egyesével fogom szólítani azon pályázóinkat, akik emléklapot, valamint könyvcsomagot vehetnek át a pályázaton való részvételükért. Kérem majd, hogy egy fotó erejéig álljanak meg majd a színpadon, és utána foglalják el újra a helyüket. Vannak olyan pályázók, akik sajnos nem tudtak ma személyesen jelen lenni, így Beke Veronikának, Gebri Zsolt Pálnak, valamint Nokta Barnabásnak postai úton jutatjuk el az emléklapot, valamint a könyvcsomagot, és ezúton is köszönjük a részvételüket a pályázaton. Először szólítanám Bodonovics Gábort. Egy fotó. Bojtár Boglárka. Halmágyi Gábor.
Maurszky Márk. Demkó Balázs, Olajos István és Meruca Tibor Alex egy csapatként. Orbán Ferenc. Szalai Eszter Barbara. És Végsőő Tamás. Most pedig eljutottunk díjazottainkhoz, az első három helyezethez, akiknek a díjátadását követően megtekintjük a pályaműveiket is. Harmadik helyezettünk Nagy Hajnalka Eszter lett, akinek hőse Giorgio Perlaska embermentő volt, nyereménye pedig egy e-könyvolvasó. Kérem Hajnalkát, hogy fáradjon ki a színpadra. És akkor most pedig, ahogy ígértem, tekintsük meg Hajnalka pályaművét Giorgio Perlaskáról. Ez egy nagyon rendes ember volt. Neked egy nagyon furcsa ember volt. Egy elegáns úr volt, magas, jó kép. Magas, hosszú köpenybe levő, széles karimájú kalapba egy férfi, itt a spanyol ügyvivő, láttam a spanyol ügyvivőt, senki nem látta, se színesen. Csak tehát a nevét hallották. Azt se tudtuk, hogy Perlaska. Kialakították ezt a hat házat, adtak 4-5 embernek vérlevelet. Ő volt az egyedüli ország, aki nem csak egy papírt adott, és aztán befejezte, ez rendszeresen meglátogatta ezeket a házakat, ahol éltek a védettjei. Rendszeresen élelmiszert biztosított ezeknek, hozott ennivalót, amire nehezebb volt. Ez volt Perlaska, aki az adott esetben értelmet és megmentette az életemet. Lementem, letolakodtam siflibe valahogy, és látom ott, hogy egy magas, hosszú köpenybe levő, széles karimájú kalapba egy férfi erőteljesen löki le a nyilast az emeletről. És a tolmács mondja, hogy kifelé, itt a spanyol ügyvivő. Perlaska, an Italian businessman, went to the Spanish embassy and he worked there to provide Spanish protective documents for thousands and thousands of Jews. In all, in this international ghetto, 25,000 Jews were sent. Diplomats did what they could
even when the bombardment of the city made it risky to go out into the streets. And they saved these Jews, not because they were instructed to do so from their governments, but because seeing what the fate of the Jews was in that city, seeing the savagery of the Arrow Cross butcheries in the street and by the Danube, they determined to do something which would enable life, not death, to be the victor in Budapest. Eljutottunk a második helyezettünkhöz. Biberc Eliza a videópályázat második helyezettje, hőse pedig Sticker Katalin, nyereménye egy okos óra. Kérem Elizát, hogy fáradjon ki a színpadra. Most pedig tekintsük meg Eliza pályamunkáját. Pesti srácokról hallottunk már. Na de a pesti lányokról? Ha megnézzük az 56-os forradalomról a képeket, látjuk, hogy a tömegben igen sok nő és lány is vonult, kikről nem esik annyi szó, mint érdemelnék. Hiszen ugyanúgy részt vettek a harcokban, ételt készítettek és osztottak, vidékről élelmet hoztak fel, vagy ellátták a sebesülteket. December 4. Egy hónappal a szovjetek bevonulása után több ezer nő virággal a kezében, feketébe öltözve, vonul végig Budapest utcáin. Egészen a Hősök teréig vonultak, ahol nagy virághegyeket hagytak az ismeretlen katonák sírjánál. Az itt látható nőket kémkedéssel, fegyverelkobzással, a harcokban való részvétellel és gyilkossággal is vádolták. Mindegyik hősies nő előtt fejet hajtok, de számomra Sticker Katalin munkássága és halála volt a legmegrázóbb, legfigyelemre méltóbb. 1932-ben született Esztergomban, orsózó, majd takarítónő lett, és később egy lámpagyárban dolgozott. Október 26-án csatlakozott egy felkelő csoporthoz. Ekkor ismerkedett meg Wittner Máriával, kivel remek barátságot kötött. Élelmiszer utánpótlásért felelt, igazoltatott, és fegyveresen is harcolt. Mindezek után el kellett menekülnie Magyarországról, de vőlegénye hívására mégis hazajött. Letartóztatták. A síralomházban 8 hónapot töltött együtt Wittner Máriával, majd 1959-ben végezték ki, akkor 27 éves volt. A pesti lányok olyan kivételes példát mutatnak még a ma emberének is, mely igazi hősökké tette őket. Több esetben anyák voltak, mégis a hazájukat tekintették a legfontosabbnak, melynek függetlenségéért az életüket is készek voltak feláldozni. Videópályázatunk győztese Peresztegi Hanna, akinek nevében édesanyja Richter Ingrid veszi majd át a díjat. Hanna hőse Mansfeld Péter volt, nyereménye pedig egy okos telefon. Akkor egy fotóra megy. Hanna nevében. És most pedig akkor tekintsük meg a győztes pályaművet Mansfeld Péterről. Ez
Emlékeztek még, mit jelentett 18 évesnek lenni? Az álmokra, tervekre és a fiatalos lendületre? A mozira, a barátokkal és a belvárosi sétákra? Nos, én emlékszem. Nincs is nehéz dolgom vele, ugyanis éppen most vagyok 18 éves. Van egy középiskola, ahová még másfél évig járok, mielőtt érettségiznék. Van két testvérem, egy kollégiumi szobám, két szobatársam, egy nyelvvizsgám, egy jogosítványom és számos tervem a jövőre nézve. Többek között egy hasznos egyetemi diploma, egy szépen berendezett lakás, egy tágas konyha, egy klassz munkahely és egy boldog család. Nekem talán megadatik, hogy véghez vigyem a terveimet, de ez nem volt így mindenkivel. Mansfeld Péter volt a legfiatalabb áldozata az 56-os forradalmat követő megtorlásoknak. Mindössze 18 éves volt, amikor kivégezték. Neki is két testvére volt, és ő is épp úgy középső gyerekként nőtt fel, mint én. Csak éppen ő már nálam fiatalabbként is dolgozott, egy a Magyar Államvasutak számára mozdonyokat készítő gyárban. 56-ban, amikor csatlakozott a szénatéri ellenálló csoporthoz, először el akarták küldeni. Túl fiatalnak tartották a forradalomhoz, de aztán kitartását és elszántságát hamar bizonyította, amikor gépkocsi összekötővé vált, jogosítvány nélkül. 15 évesen még nekem sem volt meg a kiskártyám, hogyan is lett volna, viszont Mansfeld Péterrel ellentétben nekem fogalmam sem volt arról sem, hogyan indítsak be egy autót, nemhogy elvezessek egyet. És hogy miért tekintem őt hősnek? Amiatt a végtelen és szilárd elszántság miatt, ami benne lakozott. Ő milyen hitt egy eszmében, ami mellett teljes mellszélességgel kiállt, éveken át, még az ellene folyó peren is, a bíró szám előtt. Nem futamodott meg, és ez okozta a halálát. Sokszor elgondolkodom azon, mennyi élet és lehetőség tűnt a semmibe azokban az időkben. Mennyi beteljesületlen álomnak kellett a sírba mennie, még mielőtt valóra válhattak volna. Álmoknak, terveknek, vágyaknak, egy hasznos diplomáról, egy szépen berendezett lakásról, egy tágas konyháról, egy klassz munkahelyről, egy boldog családról, vagy csak egyszerűen egy boldog, szabad életről. Még egyszer gratulálok a győzteseknek, minden résztvevőnek. Köszönöm még egyszer a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatását és Vince Máté helyettes államtitkár úr beszédét. Remélem, hogy a jövőben is találkozunk. Kövessék a 20. század intézetet a weboldalunkon, a Facebook oldalunkon, az Instagram oldalunkon. Köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltak, és az összes pályázót megkérném, hogy egy közös csoportképre még fáradjon fel a színpadra. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket!